korán. Családias légkörben egy családbarát mérkőzés a Vasi fővárosban. A Haladás együttese, tehát a Mezőköves Zsóri együttesét fogadja. Repka. Ez gólhelyzet, így még inkább Radó. És aztán kivágódik a labda. Szépen akkurátusan kimérte a 9 métert Becséri Dániel, aki eddig 4 meccset vezetett a Haladásnak, és a csapat 3-szor nyert ezeken a találkozókon. Egy ívelés, és egy hihetetlen védés! Egy nagyon nagy jelenet. Radó lőtt, nem is rosszul, és elképesztő, hogy mit védett Horváth. Halmosi gyorsan elvégzi, nagy. Jobbal középre, egy fejes, nem sokkal ment mellé. Megint egy szép jelenet a Mezőkövesdi kapu előtt. Ez már itt a szöglet, egy fejes, és mellé. Harsányi elhúz Guzmics mellett, és csak oldalháló a vége. Harsányi kapja, méterekkel lemaradt mögötte Fehér. Harsányi, ez már gólhelyzet, Harsányi és fölé! A meccs eddigi talán legnagyobb helyzetét puskázza el szó szerint Harsányi, mert volt benne erő. Bognár szabadrugása, egy fejes, éppen hogy mellé. Nagyon jó jött középre a labda Bognártól. Rajci pedig bevetődve bólintott, nem sokkal a kapufa mellé. Megy Halmosi, sőt nem is megy, hanem szaporán szalad, hiszen telnek múlnak a másodpercek. Ez jó, Radó! És óriási védés Horváttól. Na most aztán az első olyan jelenet volt, amikor Radó András egyszer magában ott várta a labdát. Halmosi. Nagy lő, nem is volt rossz, kijön a kapusról. Német pedig megijedt a lehetőségtől. Nagy. Radó. Hátul viszont így riadó. Ez is lövő helyzet. Hoj! Horváth. Alaposan megdolgoztatják a második játék részben. Gyurján, Fehér. Nagy, most adja vissza Velicki. Állandósul a Haladás mezőny fölénye. Fehér, újabb centerezés, és ez már benn van! A gólszerző pedig Radó András, vezet a Haladás! Megint a hajrában tört meg a Mezőkövesd együttese. Fehér adja a gólpaszt, és az apró termetű Radó ezúttal tellyel eredményes. És a Haladás megnyeri a mérkőzést, kedves nézők! Radó András helyes góljával 1-0-ra a Mezőkövesd ellen.